Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. Berta Zoltán Tolna jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét indítja a Fidesz-KDNP a március 3-ai időközi önkormányzati választáson körzeti képviselőnek a városban. Az időközi választás kiírására Pirgi József Tolna addigi alpolgármesterének és önkormányzati képviselőjének tavaly novemberi halála miatt volt szükség. Hogyha Fidesz támogatással indul, akkor mindenképpen ehhez a politikai közösséghez kell, hogy tartozzon. Ez volt az egyik szempont, amit mérlegelve Tolna polgármestere Berta Zoltánt a város jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek. Emellett azok is fontos érvek voltak, hogy Berta Zoltán 4 éve napi szinten dolgozik együtt Appelszófer Ágnessel, a közös munka pedig mindkettejük szerint kiegyensúlyozott, valamint, hogy a mostani alpolgármester jó kapcsolatot ápol a helyiekkel is. A Zoli teherbírása és felkészültsége az szinte páratlan. Tehát egy nagyon-nagyon jó döntés volt az, amikor őt intézményvezetőként felkértem, hogy legyen úgynevezett külsős alpolgármester a képviselőtestületben, a városvezetésben. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt ez akkor, hogy a javaslatomat elfogadta a képviselőtestület, hiszen azóta naponta dolgozunk együtt, és napi kapcsolatban vagyunk. Úgymond adta magát, hogy ő indul a megüresedett körzetben, hiszen valahol egy ilyen külsős alpolgármester mégiscsak úgymond lóg a levegőben. Tehát hiába a mindennapokban ott van mellettünk, és pontosan tud és ért mindent, de szavazati joga a képviselőtestületben nincs. És én fontosnak tartom, hogy az ő munkája elismeréseként legyen arra módja, hogy feltehesse a kezét az egyes döntéseknél. Nyilván a döntés előkészítésben már korábban is részt vett, de hát az is nagyon fontos, hogy az ő szava is ténylegesen számítson a képviselőtestület szavazása szempontjából. A Fidesz mellett a kisebbik kormánypárt, a KDNP is támogatja Berta Zoltánt, így mindkét politikai közösség őt indítja el Tolnán március 3-án képviselőjelöltnek. Adta magát azt, hogy Berta Zoltán, aki eddig külsős alpolgármesterként segítette Tolna város működését, a következő időszakban, mint Fidesz-KDNP jelölt fogja a Pirgi József korábbi körzetében megmérettetni magát. A alpolgármester Zoltán a legalkalmasabb jelölt Tolnán. Tolna mindenki ismeri Zoltánt, nagyon sokat dolgozott, kézben tartja a városnak a gazdasági ügyeit, az egész városért érez felelősséget, és nyilván ebből az adott nehéz helyzetből adódóan helyt fog állni az egyéni körzeti képviselőként is. Az eredetileg közgazdász végzettségű Berta Zoltán 2016 óta tagja a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, 2014 óta a város alpolgármestereként főleg a helyi városüzemeltetés irányítása volt a feladata. Azt mondja, megválasztása esetén elsődleges célja az lesz, hogy bevonja a körzetében élő, mintegy 800 tolnait a helyi közéletbe. Mindenféleképpen a személyes jelenlétre, a helybéli lakókkal való konzultációra fogom a hangsúlyt fektetni, mind a kampányidőszakban, illetve hogyha megválasztanak a körzet polgárai, akkor azután a következő hónapokban is erre fogom a hangsúlyt fektetni. Szükségszerű, hogy megismerjük az ő véleményüket, szükségszerű, megismerjük a gondolataikat, helyi problémáikat, nem csak a körzetre vonatkozóan, hanem általánosságban a város vagy a közélet ügyeivel kapcsolatosan, és hát nem titkoltan szeretném egy kicsit a közösségi életbe is bevonni a helyben lakókat. Ehhez mindenféleképpen a személyes megkeresés és kapcsolattartásra lesz szükség. A polgármester asszony első felkérésére egyből igen mondtam, de tettem ezt nagyon nehéz szívvel, hiszen Pirgi József egy 20 éves, több mint 20 éves munkát fektetett a politikai és a közösségi életbe Tolnán. Ezt az űrt kellene pótolni, ami nyilván, hogy óriási felelősséget fog róni, bárki is legyen az. Szeretném én betölteni ezt az űrt, szeretném az ő általa elkezdett munkát én magam befejezni, és azokat a számvetéseket elkészíteni, amik 4 évvel, 5 évvel ezelőtt megfogalmazottak. Jövőre nem csak időközi, rendes országgyűlési önkormányzati választást is tartanak. Tolnán azért kell mégis március 3-án voksolniuk a helyieknek, mert Pirgi József halála és az országos választás között több mint 6 hónap telik el.
Ha valaki belenézett már egy kutya szemébe, pontosan látja, mi játszódik le benne. Ezeket a tekinteteket kapta Lencse végre Nádasdy Martin. Nem tudnám magam a fotózás nélkül elképzelni, ugyanis kiskorom óta ezzel foglalkozom, mondhatni kiskorom óta, és ezt is tanulom, nem tudnék nélküle élni. Nádasdy Martin 1998-ban született Szekszárdon. Gyerekkorában sok időt töltött a természetben, azt mondja magáról, szinte a vízparton nőtt föl. Ez idő alatt fogalmazódott meg, hogy meg kell örökíteni azt, amit lát. Eleinte telefonnal tette, majd az idők előre haladtával komolyabb gépek jöttek sorra. 2016-ban az első profi kategóriájú fényképezőgép megvásárlásával aztán végképp eldőlt, ez nem csak hobbi lesz, hanem hivatás is. Minden fotóm én vagyok, tehát minden fotóm meg lehet látni engem is. Ha nagyon megnézi az ember, akkor észreveszi rajta a stílusomat, és megmondja, hogy ezt én készítettem. Igyekszem finoman kezelni, tehát törekszem a valóság hűségre. Arra, hogy nem manipulálom, nem színezem túl, nem szerkeztem agyon, hanem megpróbálom megőrizni a természetességét, és úgy megörökíteni, ahogy tényleg én látom, és tényleg a valóságában, ahogy van a fotó. Egy internetes fotósorozat, mely a rossz körülmények között élő kutyákról szól, megérintette. A képek a paksi állatmenhelyen készültek, és innen kezdődik a mostani történet. Ha megnézzük például ezt a fotót, itt is lehet látni azért, hogy elég szomorkás az állatnak a tekintete, és amikor a menhelyen fotóztam, leginkább ilyen arcokat láttam. Akik már régebb óta ott vannak, azért elég szomorúak, és nyilván várnák, hogy szerető családhoz kerüljenek. Ha elmegy az ember egy állatorvoshoz, és ott kivizsgálják a kutyusát, akkor a kutya nem tud beszélni. A kutya ugye a tekintetével, a különböző arckifejezéseivel beszél, tehát nem szavakkal, úgyhogy szinte bármit ki lehet olvasni a kutyusokból. Őt tudnám kiemelni a többi kutyus közül, ugyanis egy olyan kutyus, hogy végig nem szomorúság, hanem egyfajta vidámság látszott az arcán, hogy látta, hogy már megint jövünk, és annyira örült, hogy ott ugrált, és nem tudom, egyszerűen látni lehetett rajta az örömet, hogy jaj, megint itt vannak, és hoztak valamit. Nagyon, nagyon hiányzik nekik a foglalkozás, és főleg az, hogy egy olyan családhoz kerüljenek, aki tényleg szereti őket. És foglalkozik velük. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az ember és a kutya viszonya igen összetett. A kutya minden lezdülését érzi a gazdájának, sőt azt is, ha bajban van, még ha fizikailag nincsenek is közel egymáshoz. Egy kutya viselkedésének megfigyelése segíthet annak megállapításában, hogy a gazdának milyen a mentális és fizikai egészségi állapota, állítják a brit kutatók. Egyes, elsősorban kutyatartók véleménye szerint lehet nélküle élni, csak nem érdemes. Minden, ami egy kutya szeméből kiolvasható, igazabb, bármely szépen cizellált szóvilágnál. Most a rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges.
20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Legyél részese a megy egyik legjobb gimnáziumában zajló mindennapoknak. Tudod, hogy mindenki másnál jobb vagy abban, amit csinálsz? Na, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban megmutathatod, mi nem önéletrajzírásra, hanem az életre készítünk fel. Nálunk nem csak magyarul, de angolul, oroszul, németül vagy akár olaszul is piacképes tudást szerezhetsz. Rendhagyó tanóráink, foglalkozásaink segítenek megtalálni a számodra a legideálisabb hivatást. És természetesen tehetséggondozó és sportfoglalkozások is, valamint pezsgő diák élet vár rád nálunk. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően pedig már a gimnazista éveid alatt belekóstolhatsz az egyetemisták életébe. Egyéni bánásmód garantáltan az egyéniségedhez igazítva a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, ahol valóban a benned rejlő tehetség kibontakoztatása a célunk. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Jöjjenek velünk a 2019-es velencei karnevára. Non-stop és egy éjszállásos akciós ajánlattal várjuk Önöket február utolsó és március első hétvégéjén. Ha még nem látta, ne hagyja ki és merüljön el a világhírű karnevál forgatagában. Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban busszal személyenként már 26.900 forint per főtől, és fizetni ráér majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Friss hús, mindegy, hogy sertés vagy marha, eladónk készen ön elé rakja, és a szárnyas húsra se legyen gondja. Ez még nem minden, nálunk füstöltáruk, savanyúságok, delikát esztermékek is várják vásárlóinkat. Ha a főzés a gondja, pecsenyesütőnk az udvarban ezt is megoldja. Hurka, kolbász, pecsenye, hamburger, kirosz vagy akár egy tál ételeink közül is választhat. Keressen minket, Ínyenc Birodalom Tolnán, a sportcsarnokkal szemben. Folytatjuk is a Telena magazint, enyhíti a hasfájást, erősíti a szülő-gyerek kapcsolatot, fejleszti a koordinációt és felgyorsítja a koraszülött babák fejlődését. Hogy miről van szó? Hát természetesen a babamasszázsról. Egy pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok két éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos fejlesztő foglalkozásokon. Fejlőfogás, mintha fejnék, mert annak nyilván szoktunk. Mindenféle fogást elsajátíthattak a tolnai anyukák Illa babamasszázs foglalkozásán, amit a helyi kulturális központ egyik termében tartottak. Ide akár 6-7-es babával is lehetett érkezni. Volt olyan pici, aki rezignáltan tűrte édesanyja simogatását, más eleinte határozottan tiltakozott ez ellen, majd rájött, hogy nem is olyan rossz ez az új élmény. Barátné Futó Bettina 2,5 hónapos kisfiával, Dániellel jött el a foglalkozásra. Azt mondja, kíváncsi volt, milyen hatással lesz babájára a masszázs. Örültünk ennek a lehetőségnek, hogy jöhetünk baba masszázsra. Azt vártuk ettől a foglalkozástól, hogy segítsen egy picit a babánkat nyugtatni, mert mostanában a szegénykém nagyon nyűgös valószínű a frontok miatt. Úgy látom, hogy sikeres volt, meglepő módon jól bírta ezt a foglalkozást, végig kibírta sírás nélkül, ami furcsa volt, hiszen mostanában nagyon sokat sírunk. Igazából én tudtam erről, hogy a babamasszázs ez jó a babának, kaptam is annó a barátnőimtől egy könyvet erről, de nem mertem egyedül nekiállni ennek a dolognak, hogy biztos, hogy jól csináljam, nem mertem csak így könyvből ezt a masszázs csinálni, de ezek után majd megpróbálom még az ott található fogásokat is majd, és azt gondolom, hogy a legközelebbi alkalomra is el fogunk majd jönni. Yeah.
ez a foglalkozás ez egészen pici babáknak szól, tehát igazából pár hetes kortól a puszomászó időszakig, amíg igazából hagyják magukat. A babamasszázsnak nagyon-nagyon sok előnye van, és ezért is jó az, hogyha az anyukák vagy apukák akár részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Számos előnyt tudnék felsorolni, a legfontosabb talán, amit én kiemelnék ezek közül, hogy az anya és a gyermek, vagy apuka és a gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére próbáljuk fektetni a hangsúlyt. A babamasszázs tehát bizonyítottan enyhíti a hasvájást, erősíti a szülő-gyerek kapcsolatot, fejleszti a koordinációt, fokozza az étvágyat, segíti a szellemi fejlődést, erősíti az immunrendszert, végül, de nem utolsó sorban felgyorsítja a koraszülött babák fejlődését. Nézzünk bele, hogy miként teszi ezt, és mit szólnak ehhez a babák. Szív alakot írunk le, jó? Tehát kifelé simítjuk egész tenyérrel a mellkasukat, szívet simítjuk le a mellkasukra. Tehát itt egészen finom, simogató mozdulatokat vesz igénybe a babamasszázs, tehát igazából simogatunk, és ezáltal ugye a gyerkőc általában megnyugszik. Az érdeklődők a foglalkozáson azt is megtudhatták, hogyha körkörös mozdulatokkal masszírozzák a baba hasát, csökkenti a felfúvódást és enyhíti a hasfájást. Nagyon sok egészségügyi hatása is van. Például a hasfájós babáknál a bélgázok kiürülését segíti elő, tehát általában ugye itt úgy masszírozunk, hogy a belek lefutásának irányába, tehát a hasfájós babáknak ez nagyon jó lehet. Megszünteti a hasfájást, ami általában ennek a kisbabás korszaknak az egyik legfontosabb vagy legnagyobb problémája. Illetve, hogyha például jön a foguk és emiatt nyűgösek, akkor a nyűgösséget, a feszültséget, a stresszt is oldja a kicsiknél, mert hát nekik is lehet rosszabb napjuk, és ilyen napokban akár nagyon jól jöhet ez a kis masszázs. Tehát itt semmi sem kötelező, csak olyan dolgokat csinálunk, ami a babának is jó. Tehát, hogyha egy 5 percet bír, vagy csak a lábát szeretné, vagy a lábán élvezi a masszázst, akkor utána anyuka fölveheti, megölelgeti, tehát olyat, ami nem jó a babának, soha nem csinálunk. Igazából, hogyha megéhezik, ha megszomjazik, tehát itt bármit lehet. Egy pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok 2 éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos, fejlesztő foglalkozásokon a helyi kulturális központban. Egy sikeres pályázattal, aminek keretében létrejött Tolnán a Család és Karrierpont. Számos olyan programot kínál elsősorban nőknek, ami akár a munkaerőpiacra visszatérést jelenti, de akár a gyerekfoglalkozásokat. Ingyenes táboroztatást csináltunk a nyáron alsó tagozatos középiskolás gyerekeknek. Nagyon hasznos programokkal tudunk előállni. Itt most példaként említhetném a háztartási praktikák című nagy sikerű programsorozatunkat, amit már tavaly el tudtunk kezdeni. Most ez a baba-mama foglalkozás, ezt 2 korosztálynak hirdettük meg. Nagyon örülök neki, hogy nagyon kedvező a fogadtatás, hiszen ez a pályázat ez lehetővé teszi, hogy még az elkövetkezendő 2 évben ilyen nagyon hasznos programokat tudunk nyújtani, és nagyon remélem, hogy továbbra is igényt tartanak rá tolnai hölgyek és szülők, illetve kisgyermekes anyukák. Riportunk következő részében a Csacska-macska zenés foglalkozás hangulatát és a kicsikre kifejtett hatását mutatjuk be. Jó irányba haladt Tolnának karate sportág jövője, mutatjuk is miért. Egy-egy kiugró eredmény a tolnaiak által képviselt karate szakágakban mindig összejött az elmúlt 10 évben, amióta Bali Ervin szervezi irányítja a helyi karate sportot. Tavaly 2 versenyzők is remekel. Akkor, amikor a legjobban kell, a szerbiai Európa-bajnokságról hoztak haza egy érmet és egy igen értékes 5. helyezést csapatban. Szászi Kata a küzdelemben egy bronzérmet szerzett immáron a juniorok között, folytatva a tavalyi nagyszerű szereplését, amikor is egy ezüsttel tért haza az akkori EB-ről. Sokan ekkor a karate sporták képviselői felhagynak a versenyszerű sporttal, ám Szászi Kata az U17-ben elért sikerek után a juniorok és a felnőttek között is szeretne hosszabb távon bizonyítani.
mik azok az erényeid, amelyre bátran építhetsz, amitől könnyebben tanulod a harci technikát, és melyek azok, amelyek alkatodnál fogva esetleg hátrányosabbak, és gyakorolni kell, hogy ki tudjad védeni az első és a második játékú támadásokat az aktuális ellenfelektől. Hát mivel magas vagyok, ezért az előnyöm, hogy hosszú kezem és hosszú lábam van, és a magasságom miatt, meg a súlyom miatt egy kicsit nehezebben mozgok, és az a hátrányom. Ez talán a védekezésben inkább, mint a támadás? Igen, védekezésben nehezebben tudok mozogni. Veres Ádám az elmúlt években úgy döntött, alkati adottságai miatt elhagy a küzdelemmel, a bunyóval, és a forma gyakorlatokra összpontosít, mert ebben is tehetséges, és szeretne eljutni minél messzebb. Az EB-n a magyar színek képviseletében csapatban az 5. helyet ért el, amelynek értékét jelentősen növeli, hogy az ellenfelek többsége a jóval idősebb korosztályból került ki. Az Európa-bajnokság előtt sokat kellett gyakorolni a csapatban, és ugye a csapattársaim Pesten és Pest környékén laknak, így vagy nekem kellett felutaznom, leggyakrabban én utaztam fel, de volt, amikor ők jöttek ide Letolnára, és sokat kellett együtt edzenünk. Milyen nemzetközi színvonal kapott benneteket, és hogy nőttetek fel ehhez? Hát úgy volt a korcsoport, hogy kadettől, vagyis az én korcsoportomtól egészen juniorig, szóval nálunk idősebbek is voltak, és éppen hogy csak lecsúsztunk a 4-es döntőről. De az első 3 csapat az sokkal megelőzött minket, mert idősebbek és többet gyakoroltak nálunk. Addával tulajdonképpen saját korosztályokban, ha felállítok egy 10-es vagy egy 5-ös rangistát, ott megtaláljuk a nevedet 2018 szikrében? Igen, a korosztályos Európa-bajnokságon második lettem, éppen hogy csak lecsúsztam az elsőről. De nem tudom, hogy például egy SK vagy egy nagyobb versenyen hányadik tudnék lenni. Végül kézilabdával zárunk. A tolnai női kézilabda csapat tavaly 6 győzelemmel és 14 vereséggel végül a 9. helyen zárta a bajnokságot az MB2 délnyugati csoportjában 12 pontot gyűjtve. Mivel sikerült együtt tartani a közelmúltban Szekszárdról érkezőkkel azért erősödő csapatot, okkal reménykedtek a sportág hívei az új bajnokságban, játékban és eredményességben is előrelép ez a tovább fiataloló csapat, amely a lendületesség, a gyorsaság terén átlag fölötti ebben a mezőnyben. Az új bajnokság őszi idényének beszédes számai azt mutatják, ez, mármint az előrelépés, nem következett még be. A 9 elvesztett meccs mellett mindössze 2 találkozót a Tamási és a Balaton-Boglár ellen sikerült megnyerni, így a csapat a kieséssel fenyegető 11. helyen zárta az őszi idényt. Persze aggodalomra, ha megnézzük az elbukott meccsek részleteit, nincs különösebb ok. Ez a tolna játékban biztosan előrelépett tavalyi önmagához képest, mert emlékezetes nagy meccseken borzasztóan pehjes módon csupán 1 góllal vesztett a Hévíz a Nemesvámos ellen idegenben, a Marcali a Siófok U22 ellen, pedig egy emlékezetes nagy csatában, drámai végjátékban otthon szintén csak 1 góllal, és a Veszprémmel szemben is csak 2 találattal kaptak ki a tolnaiak. Nyilván az elbukott végjátékok oka a rutintalanság, a döntő pillanatokban való koncentráció hiány, ami lévén, hogy fiatal, fejlődő képes csapatról van szó, szép lassan majd elmúlik. A csapat házatáján persze már most remélik, hogy tavasszal lesznek ennek az eredményességben megmutatkozó módon kézzelfogható jelei. Nincs változás egyéb iránt a keretben, a sérült László Kinga is hamarosan felépül, csatlakozik a többiekhez, és készülnek Gálné Víg Zsuzsa vezetésével a lányok a február 16-ai hazai rajtra, amikor, ha úgy tetszik, egy 4 pontos mérkőzésen éppen azt a Héviszt fogadják, amely ellen csak 1 góllal kaptak ki, és most bizony a győzelem csak az elfogadható eredmény. Érdekesség a csapat házatájáról, hogy ebben az MB2-es csoportban a góllövő listát a tolnaiak kitűnősége Csajkó Eliza vezeti, aki 11 mérkőzésen 83-szor talált be az ellenfelek kapujába. Már ennyi fért a Telena magazinban, köszönjük, hogy minket néztek, viszontlátásra!